egyetemi óvoda bezárásáig aktív munkatársa volt, és így ízig-vérig egy egyetemi polgárról van szó. Úgyhogy az nagy öröm, hogy aztán miután ugye az óvodától ő megvált, azután kiteljesedett a művészete, és onnantól kezdve aktívan kiállít itt a Pannon Egyetem aulájában, és most azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag egy ilyen 5 éves rendszerbe álltunk be, és nagy öröm az, hogy nekem ez éppen most a második kiállítás, amin így részt vehetek Ibolyával. Egy csodálatos kompozícióban ide tárta elég gondolatait, érzéseit, képekben kifejezve, és ezeket megosztja velünk. Csonka Ibolya több mint 30 évvel ezelőtt kötelezte el magát a művészettel. Óvónőből vált művészé, és amit nagyon kell hangsúlyozni, hogy mindezt önerőből tette.